Sziasztok, itt a Wales után. Ott vagyunk a Phoenix Fridays, a többi Trials and Tribulations 5. epizódját. Legutóbb mutatjuk abban, hogy Illith Dawnon meghalt. Phoenix Wright pedig bezolant a bolyóba. Emiatt Phoenix Wright nem tudja folytatni a következő nyomozást. Jim Rushot ki kell megbízni. Nem tudni mikor, tőtől is mi ilyen hét. Ki lehet az ilyen késő este? Egyből beszél. Vészhelytől. Én lehet hívja Edgeworth. Rémálom. Le akar tenni. De lehet figyelteni, hogy ez vészhelyzet. Nick lebetegedett. De ez nem volna lehet. Nem vicce, az élete veszély. Mert a Phoenix-ot lebetegedett, ezért Edgeworth segítségét kér. És Iris kérő segítsen Iris. A bűtető centerben lesz. Egy éve, hogy elhagyta a... Gondol. Azt hitte, hogy nem láthatja több. Ez nem lesz egy szép... újra találkozás. Tehát most Edgeworth-ot fogom irányítani Phoenix Wright helyett. Mert Phoenix Wright beteg. Tehát február 8, 2019 perc délután. Büntetőcenter látogató szoba. Egy késte. Kértem a csúcsba. Mondjak valami. Mielőtt ide jött előtt tett egy látogatást a kórházban, Frank. Tehát látogat Elisztó. Frank találta meg, a gyomsított pedig Iris. Átment a égő hídon, ahonnan le is zuhant egyenesen a folyó. Kénap kell a pihenő, hogy jobban legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy az elsőben nem tud részt venni Phoenix Wright titkét. Végül kell ezt megoldani. És kapott két tárgyat. Az egyik a Magatama. Phoenix Wright Magatamája. És azt olvasságnak gondolja, hogy ezzel mindegy szív. Rá tud látni bárkit a szív. A másik pedig az ügyvédi jelvé. És sajnálatos módon, de Iris pere holnap kezdődik, amiben Phoenix Wright nem tud részt venni. Ezért Edgeworth az egyetlen, aki megvédheti.
Sajnálatos mondani, hogy ügy... De azt nem akarja elmondani senkinek, hát ezt így... És hallott róla, hogy egy papírszerű jelvény át lehetett venni a bíróságot. Emlékezzünk vissza a harmadik epizódra. De legalább hallgassuk meg, amit állj. Nem tudom, hogy tudik is itt, de legalább szerintem hallani, hogy itt a mókusz, a gyilkosság. Hogy van, Mr. White? Ahhoz azt mondta, hogy mégis hallha. Hát, hogy mondhatta el neki, hogy cseh? Hogy mégis hallha. Hát, de bizony elkapta a lázat. És megfázott. Hát ilyen állapotban nem is tudna részt venni a bíróságon. De mintha találkozott volna vele. Tegyük ezzel. Találkoztunk mivel valamikor? Elképzelés. De nem is hagyta el az a kura tempomat. Ez az a hely, ahol emelheted a spirituális erődet. Csak hogy egyfőbb, ez nem olyan köszi, de olyan. Hát aki nincs spirituális erőt. De nincs rá szükség. Akkor mit kérdezte a templomban? Bűnöket követett, amelyet vezekelni akar. Azért volt a templomban, de hogy folytassa a tréningjét. Hogy megtisztítsa a lelkét. Segíteni kellett a vacsorában, de aztán visszamenett a szobájában 8 óra körül. Hagyta 10 óra körül, amikor harangozott. Nem mindegy, és este egy szokott tenni. Azt mondták, hogy menjen előtt Strain folyosóba. És maradt ott. De miért nem ment oda? Mert megijed. Ezért maradt a szobában, amíg a gyilkosság meg... De egy többről lehet itt szó. Bizonyosítod? Ez az incidens egy érdekes példa. De ezt nem fogadja. Én a kutatás embere vagyok. Én nem hiszek a spirituális erőben.
Hát ez megérti. Igen, éppen van. Iris, Iris. Te ölted meg Alice Donum? Nem. Nem vagyok biztos abban, hogy mondja, ez igazat van. És most ezt. Mitől féltél? Most figyelj! Két száj! Egyből most jön ő. Ébred rá. A szájlókra. De ezt nem mondhatja el, hogy azok szájlókok. De ő hívja a szájlókok. Tehát most már Edgeworthnek kell feladani azokat a szájlókokat. És azt mondta, hogy ezt a magatalát kell használnom ahhoz, hogy feltörjem azokat a szájlókokat. Meglátogatta a Wright-ot, miért így... Azt akarja, vigyázzok rá. Azt kérte, hogy vigyázz, hogy vigyelek meg. Mint ügyész. Hát, de majd bízik meg. De még egy kérdés. Ismered Wright-ot? Miért kérdezi? De Wright valamelyet furcsán viselkedett. Ki Mr. Wright neked? Egy barát. 5 évvel ezzel kezdődött. Öt évvel ezelőtt vette el utá. Hát bizonyára, amikor vádlott volt, akkor bizonyára komoly fájdalmai lettek. Tudja, hogy milyen gyenge. Úgy, ezért gondolta úgy, hogy jobban nem lát engem. Azt akarta, hogy felejtse őt el. Úgy, anélkül tudná az igazat. Hát még mindig szerinted. És nem fog rendbe jönni, még nem tudja az igazság. Még nincs késő. El kell mondanod neki az igazat. Csak akkor védel meg, ha egyetértesz a feltételemmel. Megígéri. Ennyi információt tudtam csak kiszenni belőle. De most jött a bünténhelyszín. Most jött a híd. Dusky Bridge. Ez a hely le van zárva, mert felégett a híd. Valamiért. Most újra találkozik Gunshooter-i híve. Igen, nem látod. Már egy éve. De mit keresni? Örül, hogy talál. Tudott róla, hogyha visszatért az országba, és tudott, hogy
engedélyezték neki, hogy Jade Dugan. És megadja a jelentéseket a büntéhely személyre. Kösz. Gondolta, hogy Godó lesz majd az ügyésze, de az a fitka egy igazi rejtély. Mi történt? Van egy szemtanú erre a bűtényre. Méghozzá Bigin. Bigin idő. Itt van a hideg hegyen. Be kell beszélni erről. Daskiri. Ezen a híton de Zont Le Brun. Nem is mehet volna oda menni. Van valami a másik oldalon? A belső tetőn. Hinnék, én nem tudok oda menni. Senki nem ér ott, tehát ez nem probléma. De bárki is van arra felé, hát biztosan csapdában. Bárki is próbálna elmenekülni onnan, meg is halna. Mert ott nincs víz, csak szabadik, amiben a földre esik. Egyik Maya fé. És nagyon nagyok a fagyok otthon. Holnapig senki nem tudna átmenni a hívon. Kérdés, hogy túlélje a fagyokat. És hogy éget fel ez a hív? Hát villámcsapást, ami érthetetlen, hogyan történt, hiszen februárban nem szokott villámlani. Ki ez a Godó? Sose hallottam volna. Egy új fickó. Megjelent, miután elhagyta az országot. Hát egy kezdő, de senki nem mondhat semmi rosszat. Hát biztos, hogy nem mondhat. Ha ilyen ügyes, akkor honnan a dög? Kocsi nem autó. És lesz itt az ügyész? Gondolom, mert nagyon mérges Mr. Rando. Valamit ellenszenves miatt van. Mi lenne az a ellenszemesség? Talán megbúnyódik a masztja mi? Három napig havazott. Itt nagyon szokatlan dolgokkal bíg a villámcsapás. De időjárási adatokat adtam. Valaki látta azt a villámcsapást, aki kéne az ott?
de ezt nem tudja. Február 8, Hazakura templom, főbejárat. Mit adott szokán? Hát ő is nagyon fáradt. Hiba volt ő. És érj ebbe a dolgozat. Hogy érted? Hát jó lesz. És maga az ügy, az nem szabadban. Hát most tiltakozik azért, hogy megvédjen Hailit. Na most átszolja magát te! Védi! Nagyon bizonytalan! Sejj meg! Ha ezt nem gyilkolta meg, valamit tette. Hát tudom. Milyen romantikus. Iris. Ha ez aranyos. Gondolom. Mi vagyunk? Ilyen lány nem lehet gyilkos. Nem kell volna is jól. Hát van, mint egy igaz virág. Hol voltál a gyilkosság napja? Larry? Hogy őt? Hát te nagyon felzaklat. Jaj, mi a jacsom beszél? Három szájnok Prairie-ben. Nem emlékszik. Most a fő folyosó. Most bikinivel kell beszélni. Hogy érzem magad? Kedved! Én fognak veszünk. Helyen fiúnak! Keresek valakit olyan néven Biki. Nem van bikinit! Bikini nővér. Ő az. Ő a tanú. Miért nem mondta korábban? Hallani akarja, hogy mit tud. Bütény. Egy média volt. Médiumokkal tréninghez. A vacsora akkor
kételentékat Trink folyosóra, a belső tempomban. Majára beszélni bizonyára. Mikor volt az? 9 órakor, amikor távoztak. Nagyon fárasztó volt ez. A nővé dolga, hogy figyeljél. Igen, ami elég fárasztó. Nincs időkörtörésre. Ma 14 órakor vette észre az incidenst. Miért jöttél vissza? Goosebumps! Mit láttál? Nem, 11 óra után történhetett. Hát ez sok a szív. Ezt látta. Két embert látott. Egyik feküdt. És valaki meg hátba szúrta. Egy hal. Látod azt a bűnözőt, azt nem akart hinni a szemének, de Iris volt. Ez pontosan olyan hasonló lesz, mint a Phoenix Wright Eastern 5. epizódja. Mert Lanaska is ilyen helyzetben volt, hogy készült egy hamis gyilkos fegyverre. De látta. És amikor meglátta, sikított és elállt. Hát természetelmes, hogy te. Hát nem gondoltam, hogy ilyenre képes. Miért tettél vissza? Bizonyára. Egy forfüldöt akart venni, fagy miatt. Ezért tért vissza ide. Egyedül tért vissza. De nem tenne ilyet. Tehát ezért kérte meg Iris-t, hogy harangozzon. Hájtad, nem térheted vissza a versenyeket tempóba. De van valahát a Iris? De több információ kell. Hát Maya feje az a bizonyos médium, akiről beszélni. Ő jelentkezett erre a tréningre. Hogy blokkolja a szellemi jeget. Mint ami nem kezdték el általában a tréninget. Szóval... Majd elfejtettem. Ne... Igen, Pearl-ről beszél bizonyára. Ő Maya fake.
gondoltam, hogy Jerryt fogja meglátogatni vasárnapról. De nem volt ott, ahol kellett volna lenni. Találják. Tehát az a volt. És magát hibáztat Jerryt. És most ezt fel kell venni. Ez egy fontos nyom. Amit Iris-nek küld. Ötünk, ez zsaroló levél. Valaki írt egy zsaroló levél. Hát egy újra bontos ügyész vagyok. Ide. Hát akkor a templomba. Sőke. Tehát itt mindent intetlen hagyok. Körül kell nézni. Szóval csak úgy megvédesz a nővét holnap. Holnapi p***n. Igen. Ígéretet tettem neki. Ez esetben óvatosnak le. Csak maradt csöndben edzügyben. Kezdjük ezzel. Ez itt a Shichi Shito. Ezt mondják, hogy gyilkos fegyver. És új lenyomot is van rajta. És egyezik Iris-éval. Hát akkor nem is csoda, hogy ő a vádlott. Ilyen nehéznek kell lennie ügyeknek. A másik bizonyíték itt van. Ez olyan, mint egy varázsló. És az áldozathoz tartozik. Nem talál benne ezt a szobatnak. Megyek közünk. Ez top. Amikor gyerek volt, vásba akart lenni. Mindenki kilőttük, aki ezt meri mondani. Csak az áldozat új lenyomot van rajta. Az áldozat... Hát egy képes könyv alkotott. Még nyert is egy díjat emiatt. Itt a boncolás jelentés.
találkozója vérveszteség hátulról egy gyilkos fegyverrel. Valami nagy kard lehetett, amire megölették. De még egy kulcs a dolgokban. Mintha zuhant volna valahonnét, az is benne van a boncolásban. Mintha egy valami nagy magaságból zuhant volna valami. Tehát az is észrevették. Ez is egy fontos információ. Talán, mert lezuhanatott egy nagy magaságból, így összetően abban. Mi történt? A nővér szerint vacsorát így fejezhették be, és már félz akartak van menni. Hogy már félje. És Alice ez. Őnek is által erre kellett mennie. Tehát bizonyan láthatta itten. A tanú pedig visszatért, hogy forró fürdőt vegye. És látta, hogy valami leszúrta a nőt. Iris. A belső kertben. Első tempó. El kell tréningezni a maja. Szóval a Dusky Beach másik oldalán van a belső tempó. Van más is a belső tempó? Nincs. Hát szakadékokkal van körülvéve az egész helyzet. Tehát bárki is van a csapdában. Ez olyan, mint egy sziget. Minden más belső templomban van. Csak hogy ott is van nyom, csak hogy azt nem tudjuk kideríteni, mert a hét sublimát. De nem olyan helyszín, ahol bárki túlélheti. Főleg kabát nélkül. Most beszéljünk akkor erről. Tehát mivel az ügyész által ügyvédnek felmerül a kérdés, van, ki lesz az ügyész? Hát gondol lehetne az, de senki nem tudja felvenni vele a kapcsolatot. Valakinek át kell venni a helyét. És hogy a plegykák igazak. Lehet, hogy Brad, azt gondolják, hogy Brad miatt nem akarja részt venni a peren. De annak nem lenne jó vége, ha bárki megtudná, hogy cső, ő volt a képen ügyész. Az a baj, hogy ez a bíró jó ismeri Miles Edgeworth-ot. Ő jól emlékszik rám. Még akkor is, hogyha pár éve kihagyom. Ez egy másik bíró lesz szükség. És ismer valakit, akivel csak egyszer találkozott.
de minden ügyésze ismeri őt. Nem van probléma, hogyha valakinek tűz lenni. Nem kell akkor. Szóval már kiválasztott egy ügyészt. Tehát nem ártal tudni, hogy a következőben egy ügyész elleni csata lesz. Tehát ügyész veszi fel a harcot egy ügyész ellen, és aki az ügyészi oldalon, annak kell nyerni. És már azt is tudja, hogy ki lenne az, aki hajlandó tartani a száját. Ebben a 8 Hazakura templom. Főbe jár. Nem látom egy sehol. Hát a szívében kell, hogy legyen pszichó. Tehát van titkol. Van, te elfelejtettem. Igen, Alice tanítvány. Hogy szeress belé? Hát nem vádolja azért. De ezt megérti. Még azt is engedélyezni, hogy rajzoljuk be. Várjunk csak! Nem tőle kell megkérdezni. Vissza a hídra. Aztán... Most már felnyíthatjuk a szájlokját. Még fekete nem kérdés. Nem mondott el mindent, az biztos. Én a te odaadó vagyok, úgyhogy mindent megmondod. Valaki tölt take that. Az én kötelességem, hogy minden választ kirejtsek. Mindig kutatott, amíg nem tudta a választ. Ez igaz, hogy nem mentél a belső templomba? Igen, esküszöm. De azért nem, mert féltél. Úgy van. Ha ez a helyzet... Mitől féltél? Ez az, amitől féltél? Take that! Az akkor a templomban találtuk ezt. Miért bár? A zsaroló miatt féltél. Egyáltalán. Kíváncsi arra, hogy mitől tölte az osztályló. De ez nem számít így. Még hogyha van titka is. De senki nem mondaná. Ki olyan, mint az anyag. Tőle előre nem lehet tegedni semmit. Az első este az különböző.
van még egy valaki, akinél ne akartad, hogy a titkok kiderüljön. Take that! Phoenix Wright. Hát van valami a szívedben vele kap... Ezért nem akartad, hogy tudj... Mit ki... Mit tudsz mondani? Hát számíthattam volna erre, főleg a b... Vártál ez a levél. Ettől félt. Ez a Heavenly Hall. Egy kaiba a Dusky Bridge bázisa. Egy törött kaiba, ahová nem menne senki, kivéve egy valaki. A helyszín pedig itt van. Ezt hiányzott a tényképről. Hát, hogy bejussak a versenytempomba, hát az egyetlen út az ez. Tehát... Amint láthatjátok a térképen, ott nem lehet a folyóba esni, bárki is próbálj ne leugorni. Aki leugor ide, meghal. Hát meg kell látogatnom azt a... De már megtudjuk ki a zsarul. Még mindig azt mondtad, hogy nincsen, hogy nem mentél a versenytempomba? Már is valamás. Ha per holnap kezdtek is meg, esküszöm, hogy gyerek... Phoenix. Értem is Phoenix. Most érted? De hogyha sikerül, ígéretet kell tenned, hogy elmondod az igazat. Ez miért? Ő tudja ki is, right? De nem tudja ki ő. Belső templom? Beszéltem a nővére. Azt mondta, hogy bevallotta, hogy mit látta Alice Donovan-t, mint leszúrta egy karda. És hát ott volt a belső templomban. Te viszont azt mondtad, nem voltál. Február 8, Heavenly Hall. Aki rettegetődik. Miért eddig mindig ez vár? Miért menekül el, mert elő minden? Akár szó üdvözl egyet jobbából, hát a... Ellopta a detektív bukszáját. Bizonyosan bezárnak.
Magamon beszél. És ki a bárá? Piszkos patkány! A tét az az anyja. Ez túl sok tett. Mit ki? Mit? Hoppi! Várjunk csak! Hány csak meg? Mi ez a kaiba volt képen? Ő maga fedezte fel tegnap. Miért volt álló? Csak jó helyet keres a rajzolásra. Ez a remek helyén készülni visszakre. Bármikor fel tudom volna. És senki nem tudná zavarni. Iris? Megkemetem Iris-t. Miért biztosabban gyere? Házasságot akarnak kötni a csajja. Megkérdeztek tőle? Még nem. Még bizonyára meglepő. Hát most bizonyára, hát tenni kell róla, hogy ő is tanul legyen. Mint én helyszínű. Még nem válaszoltál a kérdésre. Hol voltál az este? Nincs más, mire beszél. Jössze a szemem. Valami érdekeset látom. Három száj. De nem akar beszélni. Bizonyára valami őrültséget láthatott. Régi szép idők, hát ez egyszerűen nem tudná. De utána a régi szép időkről beszélni. Zeydek! A büdény esti. Most elmondod, hogy mit láttál az este. Még este, ugye? Beszél. Sose láttad volna. 10 órakor elkezdett villával. Aludt. Nem tudja meddig. Minden fehérnek nézett ki.
mint hogyha nálam úgy pokozta volna meg. Aztán tűz volt a híd. Tehát hídon láthatta azt a bal. Igazat mondja. Én mindig Han Szájlokja van. Én mindig rejteget van. Hol voltál akkor? Szobában volt. A tempóban. Hol más lehetett? Csak hogy hallgatsz. Ez lehetetlen, hogy láthattad a villámlást. A kérdés, a válasz pedig itt van. Tegyd el! Most nézd meg ezt a térképet. Ha innen láthatta... Itt a válasz egyértelmű. Itt a fák... miatt nem lehet látni a villámlást. Sörnyedesen még nézzük... Itt. Nem mondta, korán van. Beszélsz, miről? Hát tényleg nem könnyű ez. Következő lépés. Hol voltam? Kezdődik a célmérnek. Az egyetlen hely, ahol láthatta a villámlást, az itt van. És miért lenne a k***a? Az hideg. És nincs ott a áram. Se. És ez hogy... Honnan tudod, hogy nincs ott áram? Hát akkor még nincs se. Tehát bizonyítottad az elméletemet. Tehát akkor jött után, de meglátogathattad azt. Ne van nyűgözve. Egy jó csoportban van. És mit csináltál? Védekor. Talán vártál valakire? Igen, ijesztő. És kire várt? Iris. Tejde! De így van, Iris. Iris-ra vártál. Azt gondolod, hogy bemelegedhet Iris. És van bizonyíték? Bizonyíték pedig... ez. Tejda! Szóval ő a zsaró. Igen, és elég szálladal vagy. Szálladom a zsaró levelet itt. Ezt így járnéd. Emiatt a levél miatt. Szolgálás. Nem biztos, hogy egy gömb. Nem is kellett volna ilyen. Kedves á...
könyvből vett ezt a valóságot. Az vicces. Szóval itt volt. És láttad innét a villámot. Hát nincs mentsége a fénygetésre. Milyen fénygetés? Ez a fénygeted állítsz, hogy leveszed a titulat. Mikor fénygettem őt meg? Ha csak nem akarod a titkodat leveszed. Hát ez számít fénygetés neked. Ez szerelmes level. Voltál valahol szerelmes? Szóval szerelmes levélt itt neki volt a képen. Ez ijesztette meg Iris. Akkor mi az a titok, amely beszélt? Egy szerelmi titok, közt. Egyértelműen nem akarná, hogy Bikini ezt megtudja. Szóval elmond egy ez volt az a szerelmes levében. Ez szóval nem volt más ötlet. Hát, hát, hogy ördög kézzük rá. Miért vagy most csöndben? Miért vagy? Hát többet nem számít. Nem számíthattál tőle. De így mindig rejteget valamit. Egy percre mondott mind valamit. Valami hihetetlen talált. Mi ez a hihetetlen plán? Ezt kérem még kell mondod. Hát látta a villámlást. De valamének nincs rend. Hát szívemben nem lenne zár, hogyha ennyi lenne az egész. Még a villámlásnál is érdekesebbet van látható. Hát Edgeworth-et lett, vagy se... Csak rejteket szólt Edgeworth-et lett alap. Öt szájlom! Most már két rejteket divalgás volt. Egy se, három szájlokos, meg egy öt szájlokos. Megint azt vettem előre az egész. Hogyha ki akarom tenni az igazságot, vagy a szemtok vadjára kell küldenem. Folytatjuk. Jó van, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és mondtok egy lájkot is. Jöhet az első per, de ezúttal más Edgeworth-el. Tehát legközelebb egy ügyész-ügyészen csatát látok. Úgyhogy, szevasztok.